Sziasztok! Ez itt az utazó vlogom első adása. Svájcból jelentkezem. Egy nagyon kedves barátomnál, Esztinél fogok lakni. Ő fog vendégül látni engem 4 napig. Most éppen Bázelből tartunk Zürich felé. Majd ott átszállunk egy másik vonatra, és megyünk tovább Rapperswilbe, ahol Eszti lakik. Kis ginger shot jól jön most fáradtságra. Cheers! Cheers! Megérkeztünk Rapperswilbe, és megpróbáljuk a Zürichi tó partján a naplementét elcsípni. Szerintem sikerülni fog, mert itt mindig egy kicsit később megy le a nap Magyarországhoz képest. Tipikus svájci étel, a pizza. Svájci van. Igen, mint Schwarzenegger, Stallone, ő svájci van. A Stallone. Igen. Reggelt. A másnap reggel van. Eszti már elment dolgozni. Nekem pedig az a tervem, hogy elmegyek vonattal Lucernbe, ami körülbelül egy ilyen másfél órás út lesz. Remélem, hogy szép idő lesz. Volt egy kis eső éjszaka, most kicsit
kezdett kisütni a nap, úgyhogy készülődök is. Megyek a vasútállomás felé, kicsit csepeleg az eső, majd csak később indul a vonatom, körülbelül 3-4 óra múlva, de addig így majd eltöltöm az időt, úgyis csak este láttam a várost tegnap. Ezek egy kis kaját ennél a perecesnél. Thank you.
csodálatos tájak. És ideje megkóstolni a szendvicset. Kíváncsi vagyok, mit vettem. Megérkeztem Lucernbe. Elméletileg maga ez a pályaudvar is egy top látnivaló, úgyhogy ezért is kamerázok. Menjünk ki itt a főbejáraton. Nem vagyunk a központban, úgy látom. Oké. Okay. Willkommen in Luzern. Nagyon jó pofák ezek a papucsok, minden kantonnak a címerével. Kell egy ilyen. Mennyibe kerül? Hiszem, hogy elérkezett az idő átkelni a fahídon. Thank you.
második fahídon, a budai oldalra. Úgyhogy nézzük, hogy mi van itt. Lassan véget ér a lucerni kirándulásom. Éppen készültem már a vonatállomáshoz, és kiderült, hogy még körülbelül 3-4 órát kell várnom. Úgyhogy addig eljöttem erre a részre, ami nem messze van a vasútállomástól. És itt van ez a gyönyörű modern épület, ami a Lucerni Művészeti Múzeum. Ezzel a hihetetlenül látványos tetőszerkezettel.
visszaértem Rapperswil-be, és szeretnénk még egy kicsit sétán körülnézni, így nappali fényekben. Ez az étterem volt az, ahol tegnap este az Esztivel vacsoráztunk. A főtér. És van itt valami vár is fönt, és azt akarom megnézni. Jöttem a vonattal, Lucernből. Ott jön is egy vonat. Hú, micsoda rózsakert van ott lent. Eszti azt mondta, ezekkel a hajókkal, vagy legalábbis innen induló hajóval, nem megint egy vonat, át lehet menni arra a kis szigetre. És itt látszik a Zürichi tó. Nem teljesen, mert ott van egy kanyar, és a kanyar után, a legvégén található Zürich. És a bal partja az a Silver Coast, ez a jobb partja pedig a Gold Coast. Mégpedig azért, mert ez sokkal több napot kap. Az őzeket. Hol vannak az őzek? Ott vannak. Teahouse. Husz. Ott vannak a teák. Tök jó.